Köszönöm. Sok szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket. A klubtagoktól szeretnék elnézést kérni. Inkább átváltanék az udvariasabb magázó stílusra, mert látok itt olyan lakótársunkat, aki nem klubtag, és hát őket nem merem még a koromnál fogva sem tegező módban megszólítani. Tehát szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Ez egy rendhagyó klubnak, a mai nap klubnapos nap, ez egy rendhagyó klubnak, nem csak azért, mert ilyen szép számba összegyűltünk, hogy örüljünk valaminek, hanem azért, mert ez a valami, ez egy rendkívüli dolog. Ez a valami, aminek ma örülni fogunk, ez az adakozás, az adni tudásnak a példája. Én nagyon sok olyan embert ismerek, akik tudnak és szívesen adnak, és tudnak is adni, és egyre többet ismerek meg a klubon belül. De ennek a típusnak, ennek az embertípusnak egy kiemelkedő személye Ajtai Marika. Ajtai Marika azért, mert ő egy nagyon szép kerek születésnapján a múlt évben nem kért tőlünk a klubbéli barátaitól, hanem a születésnapja alkalmából adott nekünk egy felejthetetlen koncertélményt. És a Marika volt az első, aki a klubház kapcsán, amikor megkaptuk a klubházat, az első volt, aki azt mondta, hogy a berendezéshez természetesen hozzájárul. Egy vidám történetet megoszthatok, talán utólag megbocsátja nekem, hogy Marika mindent összepakolt, átcuccolta hozzánk, nagyon sok minden, többek között rengeteg poharat, és a következő terítésnél kiderült, hogy neki otthon nem maradt poharat. Úgyhogy Marika így tud adni, ő figyel, és amikor észreveszi, hogy kell, akkor ad. Így adta nekünk a klubház javára ezt a mai koncertet, elsőként jelezte, hogy ő szeretne egy koncertet adni a klubház javára, hát ennek érkezett most el a napja. És azért vagyunk itt, hogy hálás köszönettel fogadjuk Marika felajánlását, örüljünk neki, fogadjuk a szívünkbe, és egyben szeretném köszönteni minden fellépőt, Sutár Ferencet, a zsetonduót és a meglepetés, és a klub és az ő általuk hozott meglepetés táncos vendégeket. Köszönöm szépen még egyszer, és kérem Marikát, hogy jöjjön ide a mikrofonhoz. Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, és titeket, kedves klubtársaim! Én nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek, és egy kellemes órácskát tölthetünk el együtt. Műsorommal a régi számokat szeretném feleleveníteni, fogadjátok szeretettel! Yeah.
50-es évek nagy slágere következik, a Gyöngyhalász, aki tudja, énekelje velem. Táncokat s a szép lányokat kibánták. Engem a rumba
Szenes Iván emlékére egy emléksorozatot indított a tévébe. Az egyik adás itt vették Budakalácon, muszáj egy korcsvizet innom. És én énekeltem azt a számot, hogy hosszú ad a nap. Utána Buda jött és azt mondta, gratulál, de ilyen szépen még senkitől sem hallotta. Hosszú az a nap, amely a csókon nélkül múlik el. Hosszú az a út, amit a küszöbön én megteszel. Hosszú a perc, míg átülelsz, míg mindent elmesélsz, míg gondjaid and the garden is
opera énekesnőnek készültem, és meg is tanultam sok szép áriát. Egész biztos, hogy mindenki ismeri. Hát azt gondoltam, hogy most bemutatom ezt a tudományomat, és egy nagyon szép áriát adok elő. A címe Mambo Italiano. I'm not.
fogom elfelejteni. Most egy nagyon szép sláger következik. A címe senki sem vigyáld rám, csak egy korcsot meginnod kell. Szövegű műsorom szerepel. Úgy hívtak, hogy az ungári se paprika.
Hát most ebben a műsorban szeretnék egy cigántáncot előadni, amit ott is nagyon nagy sikerem volt. Most egy nap este úgy jön,
egy pillanatra köszönöm szépen. Most 80 éves, mindenki tudja. Most 81, hát ezt elhallgatjuk. Most már elég volt. Megfordítjuk a számot. És ennyi 18. Most én mondom a szöveget, hogy az éveket nem számolom, ti meg mondjátok, hogy 18. Az éveket nem számolom. 18. Tudjátok? Na még egyszer, az éveket nem számolom. 18. Helyes, helyes. Mehet a szám. Ezt most nem én adom elő, hanem Suták Ferenc klubtagunk.
I'm going to say a few words in English, because that is my acquired language, besides the Hungarian. I was 20 years old and I left this country, and it's a half a century that I left from here. Whoever understands it, God bless him. To learn this language, the only way you could do it is get a boat, get over to the United States, and spend a few years, like 10, 12, or so, and you'll be perfect. Erről van szó, amikor az ember egyik országból a másikra megy, rá van kényszerítve, hogy megtanuljon egy másik nyelvet. És erre én nagyon rá kényszerítettem magam. Hát ugye elénekeltük ezt az éneket is, ennek a tartalma nem más, mint a gyönyörű világ. Elmondja, hogy hogy ül a zöld mezőknek, a zöld erdőknek. A két égre fölnéz, fölnekint, a felhők, minden, ami itt van, ami a köztünk van, az gyönyörű. És akkor a barátok, ahogy együtt összejönnek és kezet ráznak, és valójában azt mondják, hogy mi szeretjük egymást. Akkor jönnek a gyerekek, sírnak, azok is fölnőnek, és többet fognak megtanulni, mikor fölnőnek, mint mink. Mi már nem tudunk lépést tartani velük sem. Tehát egy szép jövő áll előttünk mindenki előtt. És ez az a gyönyörű világ. Louis Armstrong-tól. Köszönöm. A nagy slágere. One, two, three, o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We gonna rock. És Sütő Lajos hangmérnökünknek, aki kiválóan levezette ezt az egész estet. Most következik az utolsó szám,
elbúcsúzom tőletek a viszontlátásra. Jó lehet nézni a tündöklő csillagokat, jó veled érezni tavaszi illatokat, jó veled járni és hallani, hogy szúg a tenger. Neked költöni válik az egyszerű ember. Élni, thank you.
tehát szeressünk egymást, gyerek! Thank you.
nagyon jó szórakozást kívánok. Viszontlátásra!